Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban ellátogattunk Csantavérre, de szó lesz a nyúltenyésztésről és a fiatal mezőgazdászok képzéséről is. Tartsanak velünk! Először következzenek az aktualitásaink. Szerbia agrárköltségvetése 2013-ban a tervek szerint a köztársaság éves költségvetésének 3,7%-át teszi ki, az állattenyésztési támogatásra pedig az eszközök 30-35%-át fordítják, jelentette be Goran Knežević mezőgazdasági miniszter. A javaslat értelmében minden olyan ösztönzést, ami az aszály okozta károk enyhítéseként hozott rendkívüli intézkedésként érvényben volt, meghosszabbítunk, mondta. A költségvetésről szólva azt magyarázta, hogy a költségvetés növekedésének tervezett üteme szerint az agrárköltségvetés 2014-re érné el az ország teljes büdzséjének 5%-át. A miniszter hozzátette, a termény biztosítása nem lesz a jövő évi agrártámogatás feltétele. Az Európai Unióban 2014-ig marad a sertéshús magas árszintje. Mindez az uniós kocaállomány csökkenése, a magas malacárak, az egyedi kocaállások betiltása és a sertéshús iránti erős exportkereslet miatt várható. Az Európai Bizottság rövidtávú előrejelzése szerint az EU sertéshús termelése mindössze 0,4%-kal mérséklődik 2012-ben az előző évihez képest. Ugyanakkor ennél nagyobb mértékű csökkenés várható 2013-ban. A kereskedelem szempontjából a jelenlegi gyenge euró és az erőteljes globális kereslet, különösen Oroszország, Kína és Japán részéről kedvező az EU exportjának az idei évben, amely várhatóan 1%-kal emelkedik a magas 2011-es évi szinthez képest. Ezzel szemben a termelés csökkenése a kivitel 15%-os visszaeséséhez vezethet 2013-ban. Az EU sertéshús behozatala 2012-ben és 2013-ban is 14 ezer tonnára csökkenhet. Szerbiában október elején az alacsony termés átlagnak és a sertéstenyésztés visszaszorulásának köszönhetően 250 dinár volt az élő sertések kilogramonkénti ára. Ez a hónap végére 170 dinárra esett vissza, éppen az EU-ból való behozatalnak köszönhetően. Ez egy 110 kg-os első osztályú sertésen 8800 dináros árbevétel csökkenést jelent. Csantavérre látogattunk, ahol is a helyi termelők klubjának elnökével beszélgettünk a falu mezőgazdaságáról. Csantavér mindig is mezőgazdasági település volt. A lakosság számához viszonyítva kevés földterülettel rendelkezik, ezért régebben is az állattenyésztés volt jelentős. Az állattenyésztés visszaszorulásával a földterületek ára hatványozottan megnőtt. Az is az oka, hogy kevés földterület rendelkezik a csantavéri lakosság számára, viszont rá lehet azt mondani, hogy egyes gazdák annyira felfejlődtek, tehát gondolok itt arra, hogy nem számít a földár, tehát akár mennyit kérnek, szinte versengnek, van, rá lehet mondani talán egy 8-10 termelő, aki bármilyen árat megadna egy hektár földért. Nem számít, hogy mennyi. Tudjuk, hogy az Európai Unióban is ugye drágák a földek, na most ez itt látszik nálunk is, de ezek a nagygazdák, ezek megveszik a földet, bárhol van, bármennyit kérnek érte. De tulajdonképpen egy 7-8 ezer eurós hold ár, az mennyi 15 év alatt érül, meg 20? Nem tudom, nagyon jó kérdés. A mai terméshozamhoz képest én gondolom 15-20 vagy akár több idő is kell, hogy, de akkor nagyon jó terméshozamoknak kell, hogy legyen, hogy a föld ára megtérüljön. Csantavéren az állattenyésztés jelen pillanatban nagyrészt a tejtermelésre állt át. Mi van a többi gazdával? Mi van a sertéstenyésztéssel? Hát valójában főleg a szarvasmarha tenyésztés, tehát itt nagy hangsúly van a tejtermelésen és a hízóborjakon. Hát a sertés tenyésztés, hát ott is vannak gazdák, akik még csinálják, de ott is mondhatnám azt, hogy lecsökkentették a számot, tehát a kapacitásokat lecsökkentették. Van, ahol teljesen felhagytak a hízlalással, viszont vannak még, akik kitartanak, de hát kisebb állományokkal. Az anyakocákat megszüntettem most a nyáron, meg a hízlalást is szünetőtetem most egy darabig. Hát ez a 250 dináros, aztán meg szinte egy hét alatt 170 dinárra lement, ez abszurd. Ő nem tud az ember
alkalmazkodni. Úgyhogy vagy stagnál, vagy valami, hogyha úgy látom, akkor esetleg újraindulok, de hogyha még nem, hát azért én nem, ráfizetése nem éri meg dolgozni. Jobban meg kéne becsülni a hazai termelőt. Mert könnyen, hogy hiákónak, hogyha kicsit kevesebb van, vagy többet kéne anni érte, akkor inkább hasukra vágnak, az gyorsan hoznak be kintri, akkor az meg egy megbéni a hízlalást, mert az egyik hétről másikra az a hízó elkészül, a hízóbikáknál azt lehet egy-két hónapot, három hónapot is halasztani, de disznó az, akkor már nagyon sokat csinál, azt akkor mindjárt eléri azt a 125 kilót, aztán már a fölvásárló is, hogy az túlsúly, meg mit tudom én, akkor már nem első osztályba veszi, meg akkor, hogyha nagyon kövér, akkor az a baja neki, hogyha sovány, akkor az a baja neki. Itt a faluban is van vágóhíd, akkor mink elszállik Adorjára a hízót, onnan meg mint farmi disznó jön vissza. Hát azért ezt is egy kicsikét kéne valahogy korrigálni nekik. Hogy állnak a csantavéri gazdák a területalapú támogatás igénylésével, és ön, mint gazda, mi a véleménye, hogy ez a 6400 dinár hektáronként mire elég? Először is a területalapú támogatás és az üzemanyag igénylése mai napig is folyamatban van. Rámondhatnám azt, hogy körülbelül olyan 70-80%-ban az emberek igényelték már a támogatást, úgy a területalapút, mint az üzemanyagot. Hát ugye ez ahhoz van kötve, hogy kinek hogy van pénze. Itt igyekeztünk ugye meggyőzni, hiszen azért vagyunk a termelőket, hogy először igényelje a területalapút, minél előbb adja be, hiszen ahhoz ugye nem kellett pénz. Elkezdődött a fizetés, ugye megkapták a pénzt, most bírják az üzemanyagot megvásárolni, de hát az is, mint ahogy említettem, jó részben megvan, kisebb hányada van, akik még nem kapták meg. A másik, hát hogy mire elég ez a pénz, ez nagyon kevés, mivel szakították a támogatást kettő felé. Ugye tudjuk, hogy egy részét megkaptuk még a tavaszon, ha bár hát ez akkor is jól jött. Most pedig a másik felét ugye így a területalapú meg az üzemanyag 6420 dinár. Hát nagyon kevésre elég, ezt nem kell kommentálnom, azt hiszem, hogy kevés. Nagyon jó lenne, hogyha valami mi úton, módon többet tudnánk kapni, és egyszerre kapnánk el ezt a támogatásokat. A 2013-as szerbiai mezőgazdaságra az állami költségvetés 3,7%-a fog jutni. Mit gondol erről? Hát erről most mit kommentároljunk, hiszen nagyon jól tudjuk, választások előtt nagyon nagyok voltak az ígérek, akkor elhangzott az 5%, mert ugye mindig azt követeltük, hogy legalább meg legyen az 5%. Na hát ígérni nagyon szépen tudtak, viszont ennyit tudnak teljesíteni. Kevés, nagyon kevés. Tehát nem tartották be az ígéreteinket. Mink azt tudjuk, hogy ennek az országnak nincsen pénze, de azt is tudni kell, hogy egyedüli egy ágazat van, ami még húzza ezt az országot, és ez igenis a mezőgazdaság. A nyúltenyésztésről, a nyúlfajtákról és a nyúlhúsról láthatunk most egy riportot. Dogner Ferenc gazdaságában a baromfitól a szarvasmarháig számos állat megtalálható. 50 éve foglalkozik szívvel, lélekkel nyúltenyésztéssel. Vajdaságban gyors szaporulata és viszonylag könnyebb tartása miatt sokan foglalkoznak nyulakkal. Egy odaadó tenyésztőnek a 25 dekás és a 3 kg-os nyúl egyformán értékes. A különbséget gazdasági, illetve értékesítési szempontból kell figyelembe venni. Vannak sport célra nevelt és kinevelt, hibridizált, ugye így mond fajtiszta nyulak, és vannak ugye természetesen komerciális, ugye hús szempontjából, ugye élelmezés szempontjából kiaknázni való, vagyis kiaknázó ugye nyúlfajták. Tehát a nyulaknak a tulajdonképpen vannak a fajtákat egész törpétől, egész óriásig, tehát a törpenyúl jön, ugye utána vannak a kisebb, majd közép és a nagy fajták. Általában a közép nagyságot ajánlom és csinálják az emberek, azok tulajdonképpen a hús jelleggel, nagy pozitívummal bírnak. Tehát az annyit jelent, hogy a maga radmán és a húsmennyiség, tehát ugye az eldobandó és a hasznos és hasznosítható rész a nyúlnál, az
ugye nagyobb százalékban, ami természetes kifizetődő, sőt, azt kell mondani, hogy azokat a fajtákat azért tenyésztették ki, és azért is vigyázunk és próbáljuk őket tenyészteni, mert a hús minőségükre is kitérve minőségesebbek valamivel, ugye maga természetesen a hús is. Jelenleg milyen munkálatokat végeznek, melyek az aktuális munkálatok, hogyan készülnek fel a téli időszakra? Jelenleg kérem szépen az aktuális munkálatok azok klubszinten és itt a gazdaságban is a kiállításokra, a szervezések tulajdonképpen, ugye, és a jószágok előkészítése. Ebben a gazdaságban a nyulak takarmányának 90%-át a tenyésztő állítja elő. Az egészséges nyúl egészséges táplálékot igényel, ami jelen esetben természetes módon beszárított szénát, vegyszermentes szemes takarmányt és válogatott zöldségféléket jelent. Mindent azért nem eszik meg a nyúl. Ugyanis nagyon-nagyon sokan azért tartják, mert mindent oda lehet adni. Tehát a krumpli híjától, ugye, a sárgarépa, a zöldség, káposztalevél nem éppen így van. Sajnos, és ez nem épp, hogy így mondjam, jó szokás, hiszen a nyúl eléggé, ha nem is igényes, de a tisztaságot nagyon igényli. Köztudomású, hogy a nyúlhúsnak jótékony hatása van testi, illetve mentális értelembe és a szervezetre. Mi a véleménye erről, milyen információkat osztana meg velünk? Amennyire a szakmám is kicsit megengedi, ugye, mint biológus genetikus, hát odafigyelek jobban, és hát maga a nyúlhús, még olyan szerencsém is volt, hogy direkt, hogy közvetlenül, hogy így mondjam, munkákba segítettem be, ahol a húsokat, mint ugye húsélelmet kategorizálták, tehát az annyit jelent, hogy minőségileg, ugye lettek színre, hogy így van hozva a húsok, és el kell mondanom, hogy a nyúlhús van az összes melegvérő és a hidegvérő állatok között az első helyen. Utána jönnek esetleg tengeri, 13-4 fajta tengeri hal, majd a kis csikó, és akkor így lefelé, és el kell mondanom a kedves nézőknek azt is, hogy a kutyahús és a macskahús az a sertéshús előtt van. Ugye? Sajnos ez így van, ugye, és itt nálunk azt ezzel úgy szerintem érzékeltetem, hogy a sertés a minden, ugye, és a tor és a kolbász. Hát itt megállnák és elmondanák egy ilyen kis idézetfélét részemről, hogy amikor az ember nyullat fogyaszt, akkor már tulajdonképpen 2 óra múlva az emésztés megindul. Amikor torba, disznótorba megy, 48 óra hosszáig szenved az ember, ugye, a szervezete az emésztéssel, akkor össze lehet hasonlítani, hogy mekkora különbség tulajdonképpen a 2 húsnak, ugye, a biológiai értéke. Általában az emberek ebben a stresszes világban, ugye, rengeteg problémával, hogy így mondjam, találkoznak. Egyéb más szellemi, ugye, és testi problémákkal. Mindjárt szaladnak az orvoshoz, a gyógyszeréshez, és ha én azt elmondom, és megmondom, hogy mondjuk a nyúlhúsban B12 komplex olyan vitamin van, ami másban nincs, csak esetleg gyógyszertárnak lehet tulajdonképpen, ugye, a szervezetet ellátni, akkor ez egy csodálatos dolog. Ha viszont azt mondom, hogy olyan eszenciális aminósavak, tehát szervrendszeri működés, mondjuk rá az idegrendszer, ami mindene az embernek és az élőlényeknek, amely segítik, hogy így mondjam, nem csak a karbantartását, hanem ugye a működését is. Akkor meg csodálatos. A nyúlhús értékesítését helyi szinten valósítják meg. A tenyésztő szerint azonban ez még kihívás, mivel a nagy központi városokban drága, ínyenc, ám keresett falatnak számít a friss nyúlhús. A kisvárosi, falusi emberekben is tudatosodnia kell, hogy a nyúlhús egészséges, ráadásul elérhető áron beszerezhető a tenyésztőktől. Többek között Magyar Kanizsán is képeznek fiatal mezőgazdászokat. A fólia sátrak téliesítésével voltak elfoglalva, amikor riporterünk felkereste őket.
Az őszi, kissé szeles és hűvös délutánon hazafelé ballagtak a diákok. Ők a Magyar Kanizsai Tangazdaságban töltötték a délelőttjüket. Ide járnak ugyanis a mezőgazdasági középiskola tanulói gyakorlatra. A novemberi időszakban már az őszi tennivalókat végzik, és készülnek a télre is. November elejére sikerült elvégezni az őszi szántás nagyobbik részét, a búza is a földbe került, és szépen fejlődik, meséli az iskola tangazdaságának vezetője. A szántást megkezdtük, folyamatban van, úgyhogy most az eső annyit bele is segített, hogy úgy látszik szépen be is bírjuk majd fejezni. Időnként le kellett állni, mert azért akkora mennyiségű csapadék leesett, hogy abba kellett hagynunk ezeken a talajokon. Tovább a facsemetéket felszedtük és elvermeltük, annak megindult a hét elején az árusítása, elég nagy az érdeklődés egyelőre. Az is, ha így halad, akkor jó lesz. A kiültetett alanyok és oltványok bekerítése folyamatban van, meg kell őket védeni a nyulaktól és az őzektől. Igen nagy problémánk volt ez az elmúlt télen, amikor ugye elég magas hó is esett, és hát ez most majd a jövedelmünkre is lényegesen kifoghatni, azért, mert ezeket a károkat megtéríteni nem tudjuk. Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, ezekben a napokban végzik el a gyümölcsösök rezes permetezését is, a fóliasátrakban pedig megkezdték az idei termelés felszámolását. Az uborkát két túrát kiszedtünk, az már nem bírta, a paradicsomot nem régen számoltuk fel, az egész eddig jól tartotta magát, a paprika még megvan, és a patlidzsán még megvan, azokat még most is szedegetjük. Valamint a második uborkával párhuzamosan krizantén virágokat ültettünk, és annak a szedése, vágása és értékesítése most van folyamatban. Az egyik fóliasátorban egy újszerű fűtési technológia szerelése zajlik. A fűtést biztosító berendezések már a helyükön vannak. Ez nagyon sokat tud nekünk majd segíteni abban, hogy korábban tudunk indulni a termeléssel, már a következő tavasszal, és ha minél korábban el tudunk indulni, az annál szebb jövedelmet fog majd biztosítani utána, amikor a terméseket értékesítjük. A fűtést eddig még a környéken nem kipróbált módszerrel oldottuk meg, tehát mi még most megyünk bele abba, azért a télen próbáljuk ki. Ez az alternatív fűtési mód a hőpumpával, amikor a levegőtől elvont energiát levegőnek adjuk le, és ez fogja felfűteni majd a fóliasátort, amelyeket asztalokkal láttunk el, ilyen gyökeresztető asztalokkal, ahol majd ki akarunk próbálni új technológiát és az úsztatásos palánta nevelést, vagy egyáltalán mondjuk saláta nevelést, aminek a technológiája már megvan, és hát valószínűleg, hogy sikerül. Is fog. A zöld saláta mellett persze más finomságokat is kínál majd a vásárlóinak a tangazdaság. A korai palánta neveléssel majd betelepítjük a három fóliát, de a szokásos paradicsom, paprika és uborka különböző fajtáival, és hát ez mellett, amennyiben lesz valami jobb ötlet, vagy jövedelmezőbb, amit úgy értékelünk, hogy jövedelmező kultúra, természetesen, hogy ennek a rovására azt is be fogjuk tenni. Idén egyébként minden szépen termett a fóliasátrak alatt. A kedvező áron forgalmazott zöldségfélék mind vevőre is találtak, így a tangazdaság tulajdonképpen egy idény alatt kigazdálkodta az egyik fólia árát. Szőlő viszont ebben az évben egyáltalán nem termett. Egy hektáron van szőlő ültetvényünk, ennek fele az ellenálló rezisztens fajták, ami minimális növényvédelmet igényel, szinte csak a rezes permetezést, esetleg kénest szoktunk adni, és ezek a fajták még akkor is jól teremtek, amikor az a nagyon csapadékos év volt. Az idén csak a minimális növényvédelmet adtuk, tehát amit éppen szükséges, hogy a növényeket megvédjük, azért, mert termés nem volt rajtuk, ezt a tél elrendezte, amit a tél nem, azt a kései tavaszi fagy. A Magyar Kanizsai Középiskola diákjai minden munkából kiveszik a részüket, mindent ők maguk csinálnak. Itt a munkálatokat a diákok végzik el,
esetleg a tanársegédek és a karbantartó vesz részt még a munkába, az összes többi munkát a diákok végzik el. Úgy a növényápolást, mint a fóliák rendbetevését, karbantartását is. Most természetesen ugye nem vehetnek ők részt a fűtőberendezés szerelésében, még mi sem ezt a kivitelező csinálta meg, viszont ennek az üzemeltetésében már a diákok részt vesznek. És ez az, amivel meg tudjuk fogni a diákokat, ha megengedjük, hogy ezeket a gépezeteket kezeljék, mert ezzel még aztán otthon is eldicsekszik, hogy ilyesmit is rámertünk bízni, és rájuk is lehet bízni. A diákok korábban nagyon szép és sikeres mintaparcellákon gazdálkodtak, az idén azonban sem a zöldség, sem a búza kísérletek nem sikerültek. A kedvezőtlen időjárás mellett a kísérletek sikerességét a talaj minősége is befolyásolta, mivel a tangazdaság egyes területein gyenge minőségi rétiföld van, amely külön odafigyelést igényel. Meg kell válogatnunk a növényeket, hogy milyen fajokat tudunk termelni ezeken a talajokon, de itt még nagyba hozzá segítene az eredményhez az, hogyha az öntözést meg tudnánk oldani. A technikai megoldása megvan az öntözésnek, az rendben van, hanem nagyon költséges az, hogy mi dízel üzemanyaggal pumpáljuk a vizet, és mi 40 hektár tudnánk öntözni, de valahol ott az öntözési gondolok a gazdasági feltételére, a pénzügyi feltételére, azon kellene valami, vagy annak kellene valami megoldást találni, mert az aztán segítene a dolgokon. A tangazdaság fóliasátraiban még egy ideig érik a paprika és a padlizsán, sárgálik a kíváncsiságból termesztett barzsamgörte. A gyümölcsfák iránt napról napra egyre nagyobb kereslet. Következő műsorunkban a mezőgazdasági földtörvénytervezettel, az árpák és a buzák állapotával, valamint a gyümölcsfákkal foglalkozunk. Tartsanak velünk akkor is a viszontlátásra!